Akár egy lepusztult gyárépület is lehetne, viszont ez a nagyecsedi óvoda felújítás előtt álló Vasút utcai épülete. Tavasszal 4 csoport átköltözött a Veselényi úti telephelyre, mivel az önkormányzat egy 2022. januárjában benyújtott pályázaton 500 millió forintot nyert a teljes körű felújításra. Ez egy nagyon-nagyon régi álma már a nagyecsedieknek, hiszen 10 évvel ezelőtt a telephelyét kompletten felújítottuk a Veselényi úton, és egy nagyon modern 21. századi óvodában fogadja ott a gyerekeket. És hát a székhely települése itt a vasúton, ez hát már 60-70 évvel ezelőtt épült, és igazából érdemi felújítás nem sikerült azóta megvalósítani az épületen. Számos helyen volt problémás, beázások, szigetelés, fűtéskorszerűtlen, és a többi sorolhatnám hosszasan a problémáit. Kisebb-nagyobb felújítás sokkal próbáltuk életben tartani, de hála jó Istennek az elmúlt évben a területi operatív program segítségével 500 millió forint fejlesztési pénzt sikerült az önkormányzatnak pályázati forrásból elnyernie, és ennek a forrásnak a segítségével valójában kompletten megújul az óvoda épülete. Aki most itt járt a mai megnyitón, jól láthatta, hogy tulajdonképpen a főfalak maradtak meg az eredeti épületből. Burkolatok, komplett technológia, fűtés, új funkciókkal, tornateremmel, egészségügyi szobákkal, pihenőkkel, olyan funkciókat is kap az óvoda, amivel eddig nem rendelkezett. A megyei közgyűlés alelnöke szerint az oktatásba, nevelésbe befektetett források később többszörösen térülnek meg. Ha Nagyecsedről beszélünk, akkor egy példaértékű városról beszélünk itt a Vármegyében, és nagyon jó látni azt, hogy valóban koncepció mentén is olyan fejlesztések valósulnak meg, amelyek mind-mind a jövő felé vezető úton viszik a várost. És hát a mai beruházás, ugye, ahol itt vagyunk, amely elkezdődött már, az pedig egy óvodafejlesztés, és ez mindig a legfontosabb fejlesztések egyike, hiszen az oktató-nevelő munkába történt forintok befektetése úgy gondolom, hogy a legjobban megtérülő befektetés. És ráadásul egy óvodát, hogyha nézzünk, akkor ez az időszak egy gyermek életében, amely talán a legmeghatározóbb, és itt olyan ingerek és olyan körülmények kell, hogy érjék és vegyék körbe, amelyek segítik mind a saját fejlődést, mind pedig az oktató munkának valóban a legjobb hasznosulását, és ezért örülünk annak, hogy a mai napon itt Nagyecseden a jövő építésével találkozunk egy óvodafejlesztés formájában. A térség országgyűlési képviselője szerint a hasonló beruházások több szempontból is meghatározzák egy település jövőjét. Azt gondolom, hogy egy kisváros életében, mint Nagyecsed, a városiasodás folyamatába illeszkedik, hogy szebb és jobb környezetet teremtsünk, és nagy boldogság tölt el, hogy Nagyecsedváros megnyerte azt a top plusz forrást, amelyben egy óvoda központi telephelyének felújítása van. Ha ránézünk, látszik, hogy ez nem az idei, vagy nem mostanában tervezett, ez egy régi lapos épület, és azt gondolom, hogy a fiatalok, a gyerekek jövőjét meghatározó beruházásról van szó, tehát egy település jövőjéről is van szó, hiszen az a gyerekek, hogyha jobb környezetben, szebb környezetben nőnek fel, akkor azt gondolom, nagyobb esélye fognak itt maradni, hiszen a nagyecsediek itt tartása, az életminőség javítása a legfontosabb cél, és minden ilyen beruházással ezt a célt szolgáljuk, hogy jól érezzék magukat az emberek azokon a településeken, ahol élnek. A munkálatok a tervek szerint az év végére be is fejeződnek. A 4 csoportnyi gyerek jövő tavasszal térhet majd vissza a teljesen felújított, akadálymentesített óvodába.